Az országgyűlés 2017-ben döntött arról, hogy február 22-e a Magyar Parasport napja. Tavaly közel 500 intézmény kapcsolódott be a nap programjába érzékenyítő interaktív osztályfőnöki órákkal, rendhagyó testnevelési órákkal. A nyíregyházi Bárci Gusztáv általános iskola és készségfejlesztő iskola idén harmadszor adott otthont egy olyan rendezvénynek, amelyen ezúttal közel 50 évdiák is kipróbálhatta a fogyatékkal élők által űzött különböző sportágakat. A Magyar Parasport napja pontosan arra ad lehetőséget, amit itt a Bárci iskolában is láthatunk, hogy az épp gyerekek megkóstolhatják, megpróbálhatják azokat a sportágakat, amelyeket a parasportolók űznek, és emellett azért maga a sport élmény mellett az együtt élésnek, az egymás mellett élésnek, az egymással való foglalkozásnak és az egymás elfogadásának azt hiszem egy nagyon komoly érzékenyítő tevékenységét is láthatjuk, amely azt hiszem, hogy a hétköznapokban mindenképpen szükséges az épp gyerekek számára, hogy el tudják fogadni azt, hogy fogyatékkal élők is vannak a világon, és bizony velük nem csak, hogy együtt kell élnünk, hanem segítenünk kell őket, és ez természetesen viszont is igaz, a fogyatékkal élők is tudnak segíteni az épp gyerekeknek és az épp felnőtteknek is, tehát ez üzenet mindenképpen azt hiszem a társadalom számára is. Peres János ülőröplabdázóként részt vett a barcelonai, az atlantai és a Sydneyben rendezett paralimpián, 1995-ben pedig Ljubljanában Európa-bajnoki címet szerzett a magyar válogatott tagjaként. Mint mondta, nagyon sokat köszönhet a sportnak. Elsősorban azt köszönhetem, hogy a fizikai erőnlétem, az egészségem sok mindenben segített benne, illetve nehézségek, problémák legyőzésében is kitartást ad. Ad egy megfelelő tartást az embernek, ami alapján tudja kezelni a dolgokat, és hát előremutat, mindenképp előremutat. A sportnap részvevői az ülőröplabda mellett a csörgőlabdával, a kerekesszékes kosárlabdával, a fekvenyomással, a bocsával és a vakfutással ismerkedhettek meg a Bárciban.